Sziasztok! Megint együtt vagyunk, megint itt vagyunk. És arra gondoltunk, hogy egy ilyen készülj el velünk videót fogunk nektek csinálni, hogy hogyan sminkelünk a hétköznapokban nyáron. Úgyhogy együtt fogunk elkészülni, és megspékelve mindezt válaszolni fogunk a kérdésekre, amiket ti tettetek fel nekünk Instagramon. Úgyhogy ez egy ilyen készülj el velem, velünk Q&A, kérdés-válasz videó lesz. Hogyha érdekesnek tartjátok a témát, akkor maradjatok velünk. Tartsatok velünk. Jó lesz ez. Jó lesz szerintem. Igen. Van tükrünk. Van sminkizénk. Ebbe ketten is beleférünk amúgy. De amúgy tényleg. Így nem várod én. Elnézést! Jó, nekem jó lesz ez. Közben ilyen nosolni valókat is ide raktunk. Igen. Magunk köré, meg a hidratálás sem elengedhetetlen, hiszen nyár van és 1000 fok van. Igen. Odakint. Uh-huh. Úgyhogy én elhoztam a kis smink készletemet, amit így az utazás... Judisnak olyan kicsibe belefér nekem, nem? Hát muszáj ugyanis, hát az utazásokhoz nem tudok. Limitált. Na, férőhely, úgyhogy nekem minden ebben van. Egyedül egy dolgot felejtettem otthon, ami a Lucának viszont van, de nem fogom használni, mert más a bőrtípusunk is lehet, hogy ez annyira nem lenne jó nekem. Ezt a terméket, amivel minden egyes sminkemet kezdem, ez a smink alapom nekem legalábbis. Mi az Hydrogenious Aloe Water Reától, amit a Müllerben tudtok csak beszerezni. Sajnos az én közelemben nincs Müller, de megoldom. Szomorú. Na. Na, kezdjük hozzá. Judit, neked már van valami az arcocskában? Hát van egy BB krémet felkentem. Szeretem, hogyha van rajta valami, de igazából ez annyira vékony réteg, hogy erre simán rájöhet egy alapozó is. Ó, és melyik is a kedvenc alapozót kérjük. Szépen elismételni a nézőknek. Revlon Color Stay, de hogyha még nem látod erről készült videót, akkor kattinthatsz ott fönt, és megnézheted. Igen. Nagyon szeretem ezt, mert tök jó fedés biztosít, és ilyenkor nyáron a 180-as árnyalatot használom. Azt hittem azt mondja, hogy a 180 fokban. Igen, vagy a 180 faktorosan. Ami tök tényleg van benne UV? Igen, 15 SPF van benne. Tök jó, az enyémben nem tudom, hogy van-e, majd mindjárt megnézzük. És ezt egy ilyen kabuki brush-sal, ecsettel szoktam felvinni, mert ugye ez is ilyen travel size. Így pedig kicsit koszos már, de nézzétek el nekem. Annyira jó. És te mit használsz? Én most éppen kencézem ezzel a L'Oréal-os Hydrogenious-szal az arcomat, utána fogok felvinni alapozót én is, mert hogy azt azért így a mindennapokban szeretem. És hát nagyon szeretem a... Mi ez? Maybelline. Superstay Foundation. A 30-as szend árnyalat egyébként jó lenne nekem, ha nem oxidálódna az arcomban. Így azért nagyon csárgás lesz, egy picit. Nem picit, az a baj, nagyon, igen. Viszont, hogyha a Maybelline Fit Me-vel, ami viszont a 110-es nagyon világos árnyalatot valahogy benéztem, összekeverem ezt a kettőt, akkor viszont már tökéletes lesz, úgyhogy ezt fogom tenni most is. Többet fogok a sötétből felvinni, mert most ugye ilyen nyári színem van, úgyhogy... De jó egyeseknek. Neked nem? Nem jön össze? Kicsit. Ilyen tudod, napszámos, tehát, hogy így nézzétek, kicsit barnább, mint én. Ja, nem és ez még nem a barna színem amúgy nekem. Most, jó, nem kell itt hencegni. Most elégedetlen vagyok a színemmel, képzeljétek el. Nem hencegésből. Csak viccelek. Én ilyen napszámos vagyok, tehát hogyha így pólóba vagyok, akkor így innentől lefelé barnulok. De mert a gyerekek után futcálódom el. Igen. Egyébként most Londonban is nagyon jó idő volt. Igen, ez tök durva. Úgyhogy hát, ha visszamegyek, akkor szerzek én is még így a nyáron egy kis nyár végén. Igen. Na, és mik a tervek még nyárra, Judit? Mesélj nekem. Hát, egy kis fesztivál. Fesztivál. Igen, még, mert nem volt elég itthon a Balatonszándon. És hát utána meg munka újra, úgyhogy... Ó, közben válaszoljunk a kérdésekre is, te jó ég! Szóval kaptunk egy olyan kérdést, hogy mióta vagytok barátok? Közben... Már ideig sem tudom. Ó, mert olyan rég volt!
Közben egyébként én utána el szoktam dolgozni, de szerintem ezt a sminkes videókból már láttátok. Egy kis szivacsal, ami iszonyatosan koszos jelenleg, úgyhogy alig vár, hogy megtisztíthassam. Igen, már itthon vagy egy hete, igen. Vagy 10 napja. És valahogy nem volt kapacitásom még. Én is ezt teszem. Foglalkozni. Egy kicsit tisztábban. Egy kicsit. Bocs. Nem baj. Amióta vagyunk barátok? Hát az egyetemen találkoztunk, első évesek voltunk, már 10 éve jubilálunk. Luca, jubilálunk! Ez olyan megható. Úgyhogy a kérdésre a válasz 10 év. 10 éve az egyetem. De azért emlékszik már rá, hogy az egyetem első napján, sőt már beiratkozáskor találkoztunk. Igen, a már... villamoson. Igen, de ami még viccesebb, hogy akkor még Iliben, nem, lehet, hogy ti már nem ismeritek. Igen. De akkor még Iliben néztem ki Lucát, hogy kik lesznek a csoporttársai. Kivészelek magamnak. Hogy kik lesznek a csoporttársaink, és volt egy-két szimpatikus egyén. Köztük találtam Lucát. Mekkorát tévedett! Nem igaz? Köztük volt Luca is, és hát így rákerestem, de azt hiszem nem mertem rád írni még, de gondoltam, hogy majd így az arc alapján így megtalálok. És végül is már ott kezdődött, hogy egy villamossal mentünk, és ismerős volt az arcod. És igen. Aztán így egymásra találtunk. Egy igen. Csoportban is voltunk utána, úgyhogy... És akkor a csoport megbeszélésen én megkérdeztem, hogy elnézést, szabad ez a hely? Én mondtam, hogy leülhetsz mellém, ugye? Köszi, és kb. Onnantól kezdünk barátnak. Igen. Ez olyan jó. A távolság se választhatál minket. Nem. Bizony. Nem hülyeskedj, amúgy én mindig így járok, hogy a barátnőim elmennek hosszabb, rövidebb időre. Külföldre. Hát, és nem választ el az idő, az idő se, az idő se, de a tér se. Hú, de jól felaplikáltam most ezt. Nagyon jó. Judit az indián lány. Igen. Ebben a szerepben is nagyon szép. A hajam is megy nagy gyermek. És ugyanazokat a termékeket használjuk. Te is ezt használod, ezt a Maybelline Instant Anti-Age The Eraser Eye. Igen. És milyen? Light. Light. Nekem ez most a neutralizer, vagy nem tudom, hogy... Figyelj, nálunk kettő, azaz kettő árnyalatban lehet kapni. Én örülök, hogy lehet kapni. Light, ez nekem megfelel, pláne nyáron. Nálunk se lehet sokkal, szeretem. Egyébként. Azt annyi. Azt... 3-4 árnyalat? Azt hiszem. Én a light-ot szoktam használni, de, ilyen, de mivel ennek van egy ilyen sárga, tehát ez egy sárgásabb, ez a neutralizer, vagy nem tudom mi ez. Neutralizáló. Neutralizáló, tehát ilyen semlegesítő, vagy nem tudom. Ezt szoktam használni, meg elfogyott a light árnyalat, úgyhogy kénytelen voltam ezt használni. Én csak így a szemem környékére szoktam. Mindenhova. Azt látom. Én látom. Azt látom. Közben nézem a következő kérdést. Igen. Régóta szeretnétek videózni, ez a következő kérdés. Nos, hát erről is inkább te tudnál mesélni, én csak... Hát szeretnénk, nem tudom. Lucának egy régebbi bekattanása, inkább nevezzük így. Hát egyébként vicc, mert én kb. Azóta nézek így videókat, mert ez még nem divat, szóval Amerikában, amikor ez elkezdődött, én akkor kezdtem el videókat nézni. Ez egy olyan 8 éves sztori. Hát tényleg nem új. Akkor egy éve, vagy másfél éve Judit is így elkezdte nézegetni ezeket a videókat, és mondta, hogy nem bírja tovább, hogy csináljak már videókat. Igen. Mondtam, hogy egyedül biztos, hogy nem. És légy szíves, segíts! És Isten igazából Lucának az elképzelése volt ez. Én csak megadtam a végső lökést hozzá, úgyhogy úgy beszéltük, igen. Hogy akkor csináljuk, készítsük el. Együtt jó barátnők vagyunk, igen. Együtt tudunk kooperálni, tök jól működünk együtt. Kreatívak vagyunk, igen. Főleg együtt. Elméletileg. Közben áttértem a szemöldökömre, amit amúgy nem annyira szeretek ezt szerintem, hogyha már régebb óta követtek minket. Ez kiderült számotokra, én a NYX-től használok egy abszolút egyszerű... Te is NYX-es? Jól van. Látszik, ugye, hogy azért így barát. Igen. Vagyunk. Én csak annyira lusta vagyok, hogy nekem a ceruza az nagyon gyors, meg így kézenfekvő, úgyhogy... Hát, amúgy az tényleg gyorsabb, mint ez, viszont ez kicsit talán precízebb. Az. De én nem is nagyon szeretek a szemöldökömhöz nyúlni, csak egy picit úgy csinálok, mintha. Hát, én meg és szeretek. És kész is.
Szerintem, Judit, te már rég fagyizni fogsz ott a kanapén, mikor én még mindig a szempilláimat pödörgetem majd. Amúgy lehet. Tudod, lehet, hogy ebben van valami. Na, a következő lépés mit szoktam? Amúgy én a pudert ki is hagytam most a nagy sietségben, majd visszatérek rá a szemöldök után. Na, előttem is itt van egy puder, de... Ja, de tudjuk, Judit, nem szeret. Nem, de ez egy kompakt puder, és azért szeretem, mert ahol vannak ilyen kis bőrhibáim, oda szeretek tenni, mert akkor onnan kevésbé jön le az alapozó, így tovább tart. Szóval a Maybelline-től használom ezt a kompakt pudert Ivory árnyalatban. Ez mindig nálam van, mindig a táskámban. Hibajavító. Hibajavító arcra. Nos, következő lépés. Na, mi én az? Még mindig a szemüldökömmel szemüldök. Oh, kérdés. Közben mondok egy kérdést is. Jó. Mióta ismeritek egymást? Na, volt. Hát igen, az volt, hogy mióta vagytok barátok. Hát ez nagyjából ugyanaz. Mi a foglalkozásotok? Judit szakácsnő. Én meg kézi lány vagyok. Hát, na jó, nem. De majdnem. Na, de ugyanott végeztünk, ez igen. A tanítóképző volt. Tanítónénik vagyunk eredetileg. De azért nem változott annyit a te szakmád se. Nem, mert gyerek közelben maradtam, szóval Luca tanítónéni. Én pedig nanny vagyok, mint Mary Poppins. Vagy laikusok meg babysitter. Ne, ez más. Erről Judit, ígértél erről egy videót. El fog készülni hamarosan. Hogy mi a különbség. Szóval nanny vagyok gyerekekkel. A nanny, a babysitter és az au pair között. Igen, és van childminder, meg childcare. Tényleg kíváncsi vagyok. Rendben, hamarosan elkészítem. Tehát gyerkőcökkel. Szóval gyerkőcökkel foglalkozunk mind a ketten. Igen. Közben én áttérek a szemceruzára, ami a kedvenc smink termékem. Tehát ugye ezt egy lakatlan szigetre is magammal vinné. Ez is volt már az egyik videónkban. Igen. Majd kattintható lesz itt fent a sarokban egy kártyán. Rimmel London. Igazából fogalmam sincs, hogy így mi a neve. De hosszú időbe telt, mire megtaláltam a megfelelőt, vízálló, és a másik végén pedig van egy ilyen kis szivacs, amivel tök jó ilyen füstös hatást lehet elérni, úgyhogy ezt mindig újra veszem, tehát ebből nem szeretek újat kipróbálni, mert ez bevált. Én meg puderezek a Revolution Luxury Powder-jével banana színben, Judit hozta nekem. Ez a banana powder? Igen, Londonból akkor még itt nem lehetett kapni, most már lehet a Rossmann drogériákban, és ezt úgy fölviszem kb. Én nagyon szeretem ezeket a Revolution termékeket. Jó, a pudert ezt ugye tudjuk, annyira nem, preferálom. Amúgy nekem is nagyon kellemes csalódások, most már egyre több. Csak hova fújja? Tehát ezt a pofám. Ez a smink után? Igen, mert ez ilyen márkos, mist. Avonos, fixáló. Deep and set spray. Prep and set, szóval igazából alapozó. Aha, igen. Csak ugye a MAC Fix Plus elvileg nem fixál, csak így előkészít. Meg igen, meg ilyen hidratál, igen. Ilyen természetes dolgot. Na, jó, én a piros, nem, a bronzot sítésre áttérek eztán egy ilyen ecsettel, egy ilyen nagyobb fejű ecsettel, és a Physicians Formula-nak a Better Bronzerét fogjuk használni, szerintem mindketten. Ja, nem tudom, csak a világon. Igen, de én is beszereztem, mert kint nem lehet kapni, viszont a... Fel se tudom fogni, nagyon gyereket. Durva. Online biztos lehet rendelni, de úgy voltam erre, hogy úgyis hazajövök, és akkor megszaglászom, megnézem, letesztelem így személyesen is. A boltban. Bemutatkozik neki szemben. Igen, és aztán eldöntöm, hogy kell-e vagy sem. Aztán hát látjátok, kellett. Kell valami a bula helyet, mert hogy így elkezdett fogyni. És elég borsos az ára, de lehet, hogy azért kezdett el fogyni, mert nagyon szeretem, és mert ezt fogom felvinni a mélyítőmbe. Mert szóval nagyon tetszik a barna színe, igen. És főleg fesztiválra gondoltam, hogy ez tök jó, mert akkor nem kell egy sminkpalettát így még elhoznom. Így is éppen elég volt a színes sminkpalettám, ami viszont nincs barna, szóval ez egy tök jó ilyen alapszín. Aha, ez csak ilyen színes. Furcsa. Ezt a mélyítőmbe viszem fel.
És ezekkel sminkelünk minden nap, ugye, Judit? Igen. Mint hogy te is, ugye? Igen, minden nap. Tényleg neked mennyi időbe telik? Amíg sminkeled? Egy reggel is sminkeled. Mert most elbeszéljük ugye az időt. Mennyi? 20 perc. Aha. De hogyha munkába járok, akkor én a szemhéjamat nem festem ki, csak szempillaspirált dobok föl. Na. Tehát ez az alap megvan, ugyanúgy, mint ma, kivéve a szemhéjfestést. Azt így kihagyom. Azt kihagyom, azt skippelem. Igen, én nem szoktam. Sok lenne időben. Hát, megértem. Én ugyanazt csinálom, vagy ugyanezt a sminket viselem minden nap, amikor dolgozni megyek. Hogyha hétvégén otthon vagyok, akkor nem sminkelem. Én most pirosítani fogok a Catrice-nek ezzel a Blush Blush Ombre Blush palettájával. Ez a narancssárgás Blurred Orange C01-es. Ez az én ombré, és tényleg ezt már láttam a nálad egy videóban. Igen. Ezt szeretem a mostanság. De miért van ilyen hosszú nevük? Én azt nem értem. Kimondhatatlan, de egyébként nagyon jók. És amúgy... Én pirosítót nem is használok. Oh. A bronzosítás az, ami nálam így elengedhetetlen és dominál. Régi kedvencemet mutatnám be nektek, kicsit megvan itt már ragasztva Celux-tal. Ez a Mual-nak, a Makeup Academy-nek a Trio szemhéj púdere, festéke, szettje palettája, amiből is igazából ezt a rózsaszín csillogós színt szoktam felvinni, így újjal a mozgó szemhéjamra. De annyira szeretem, és már nagyon régóta használom, hogy hát kénytelen voltam megragasztani. Nagyon szeretem. Én még mindig az arcnál tartok. A Maybelline-nek a Master Chrome Metallic Highlighterét fogom használni, mostanában mindig ezt használom, nagyon-nagyon szeretem az árnyalatot is, és a tartóságát is, ez a 050 Molten Rose Gold árnyalat, és ehhez egy Essence Hololighter Brush-t fogok használni, ami új kedvencem. Igen, de mondjuk szemecsetből is van neked ilyen nagyobb, igen, mint az enyém. Igen, de mondjuk nekem kicsi a szememes direktő. Keressek olyat? Ez egy szemecset. Aha, de jó. Jó, ez ilyen mini. Mert ugye nekem ilyen rejtett szemhéjam van, és de ez ugyanaz pici a, vágott. Ugyanaz a család, aha, csak ez szemre van. Egyetem. Igen, nagyon szép. Vára. Amúgy jól is néz ki szerintem. Ez a rózsaszín, meg a fehér. Aha. Igen, hát nekem nincs ilyen sok ecsetem, tehát jó. Például nincs highlighter ecsetem, mert highlighterem sincs. Tényleg nincs highlightered? Van! Fesztiválra szoktam használni, de... Hétköznapra nem. Hétköznapra abszolút nem, csak fesztivál. Felfoghatatlan, gyerekek. Van itt még egy két kérdésünk. Jaj, de az nem itt van. Addig én megmutatom, hogy áttérek a NYX-nek a palettájára, így nyáron azért szeretek feldobni valamit a szemhéjamra is, és nagyon szeretem ezt a NYX 4-es palettát. Ilyen nagyon meleg színek vannak benne, és könnyű velük dolgozni. Én meg áttérek a szempillámra, mivel már befejeztem a szemhéjamat. Jelenleg a Maybelline-től használom ezt a Lash Sensational Waterproof maszkarát. Szempillaspirált. De igazából mindig próbálkozom, meg váltogatok. Ez például egy ilyen szilikonos fejű szempillaspirál. Mindig Maybelline terméket vásárolok, csak néha így rám jön egy olyan, hogy jó, most ezt a sima mi ez? Melyiket szereted jobban? A sima sörtét, vagy a szilikon sörtét? Ez az, hogy néha rám jön az, hogy simát használjak, csak közben meg azok olyan nagy bunzlik, a szemem meg kicsi, hogy mindenhol megy, csak a szempillámra nem. Ennek viszont azt tetszik, hogy ilyen vékonyabb a feje. És most ez így bevált, csak kezd ki fogyni. De ezt nagyon szeretem, meg tök szépen szétválasztja meg. Nekem nem is a hosszításra van szükségem, amit én szeretek, hanem inkább az, hogy dúsabbnak hasson. Úgyhogy most az ilyen pilla jön, de közben itt láttam egy kérdést. Megválaszolhatnám, hogy ki az a youtuber, aki motivál benneteket? Én nem nézek olyan régóta videókat, mint Luca. Én azt hiszem, hogy egy másfél-két éve kezdtem. És nekem igazából egy olyan magyar
youtuber van, akit nagyon kedvelek. Szerintem az ugyanaz nekünk. A Dragos Karin. Nagyon-nagyon tetszik a személyisége. Szerencsém is volt szerencsém vele találkozni. Elnézést. Nagyon jó neked. Úgyhogy nagyon-nagyon aranyos lány. Meg tetszik a munkája, meg amit csinál, tényleg le a kalappal előtte, és nagyon régóta foglalkozik ezzel, de ugye minden kezdet nehéz, legalábbis igen, ezt szoktam mondani. Aztán külföldiek között, tehát akkor a magyarok közül neked is a kedvenced. Kedvencem, de majd én még mondok utána egy-két szót. Oksi. Külföldiek közül nekem az egyik Daniel Mansutti, azt hiszem így kell kiejteni a nevét. Habár mostanában kevésbé van időm nézni a videóit, mert jövök, megyek, intézkedek, és mindig nehéz bepótolni ezeket, úgyhogy az ő videóját már rég láttam. Valamint van egy lány, most nem tudom, ő egy bolgár lány, a Denislava, azt hiszem, hogy így mondják a nevét. Én nem nézem. Ő is egy ilyen fiatal lány, viszont iszonyatosan tehetséges, és ő inkább sminkes videókat készít. Tehát nekem úgy ők a kedvenceim, ők hárman. Én nem tudom összűkíteni háromra. Nem baj. Igen, Karin, nekem is az abszolút kedvenc. Mostanában nagyon rá vagyok kattanva a Temes Janikónak a videóira. Ő inkább ilyen vlog jellegű videókat készít, és van egy tacsi kutyájuk, a Luffy, és úristen, na jó, Luffy, egy álom. Őt nagyon kedvelem, Viszkop Fruzsit is szoktam nézni, őt is szeretem. Mi jutott elvesztett? Hát isteni az illata, bocsánat. Kit szeretek még, Judit, segíts. Szofnészt nagyon szeretem, de őt általad ismertem meg. Őt kihagytam, a Sof Desnails. Őt kifelejtettem, ő is olyan nagyon aranyos lány, mint személyisége is. És szerintem nagyon fontos az, hogy ne csak... legalábbis ne csak tehetséges legyen, hanem a személyisége is olyan legyen, és így átjön ez az együttes összhatás. Igen. Igen, tehát a Physician Formula-nak a Butter Bronzerét használtam. Azért szeretem, mert amúgy nem használok highlightert, viszont ez kicsit ilyen csillámos, ilyen sejmes hatása van, mint hogyha ilyen egészséges bőr érzetet keltene. Hát igen. Főleg, hogyha a naprást is megcsillan, de közben meg bronzer is, tehát tök jó, nagyon szeretem. Tuti, újra fogom venni. Aztán... azt hiszem... talán akkor már Londonban is lehet kapni. Meglátjuk. És az utolsó kérdés, mert szerintem már nagyon több nem fog beleférni, hogy mi a kedvenc... még nem vagyok kész. Akkor még van. Felolvasom. Mi a kedvenc évszakotok, és miért? Ezt is megkaptuk, ezt a kérdést. Közben én átérek a szemtusra, bár ez így kamerában soha nem sikerül olyan szépre. Ez a She-nek a kedvenc vízálló. Yeah. Igen, tehát le van kopva már mindenről, tehát hiába mutatom, de vele tudok olyan szépen dolgozni. Már amikor nem. Kamerába kell ezt az egészet bemutatni. Műveletet elvégezni? Igen, úgyhogy most ő következik. Szóval, kedvenc évszak? Jaj, hát én már sokszor hangoztattam, hogy nekem ez a nyár. Boldogság, meg fesztiválok, meg jó idő. Én egész évben ezt elbírnám viselni. Megértem. Nekem is a nyár a kedvencem. Viszont én téli gyerek vagyok, ezért nekem ez a tél is nagyon bejön. Tudom, ez két ilyen ellentét, nyár, meg tél, meg meleg, hideg, de télen meg ezt a várakozást, az advent időszakát, a karácsonyt nagyon-nagyon szeretem. Meg hát ez a két időszak, évszak az, amikor haza szoktunk látogatni Magyarországra, és valószínű ez is benne van, hogy... igen. Szilveszterkor a barátainkkal vagyunk, családdal, nyáron kicsit hosszabb időre jövünk, szóval lehet, hogy emiatt szeretem. De a nyár az azért tényleg mindent visz. Tehát az, hogy jó idő van, meg barátok, család, fesztivál, jövünk, megyünk, utazunk, azért így az egész éves munka után ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy egy kicsit az ember le tud ereszteni és ki tud kapcsolódni, úgyhogy nyár, azt hiszem, ebbe kiegyezhetünk. Egyébként... az a baj, hogy amikor csinálom a szemtust, akkor nem tudok beszélni. Akkor most én átveszem a szót. Köszi.
Én közben a szempillekre áttértem, és ez még mindig a Volume Reveal Bourjois. A bourjois termékeket nagyon szeretem. Szempill a spirál, és tényleg én is nagyon szeretem, de baromi drágán fogom megvenni. Igen. Viszont tök jó, hogy van benne egy tükör, mert ezzel én is szemeztem annó. Nagyon-nagyon praktikus. De csak a tükörnyét nem akartam megvenni. Hát igen, de egyébként nagyon szép villákat csinál, szóval csak tényleg egy kicsit borsos az ára. Hát kuponnal meg itthon a glamour napokon talán. Igen. Ja, hát. Kiárom megéri, amúgy akkor lehet, hogy én is majd veszek egyet. Akkor lehet, hogy én is kipróbálom. Csak végezzek ezzel. Szóval még azt akartam mondani így a kedvenc évszakhoz, hogy nekem abszolút a nyár, így a decemberi időszakot szeretem én is, de aztán január-februárban meghalok, Judit. Igen, de azt... szerintem sokan vagyunk ezzel így. Egyébként menjen végeztem. Amúgy én is. Én behoztam. Igen, mert igen. Igen. Nekem elmegy a tussal az időm. Még rúzs szoktam néha használni ezt a ajakápoló. Nincs nálam. Nix Butter Lipstick, de ezt már nem nagyon látom a boltokban. Eltűnt. Minden videóban eltűnt. Mindig. A hülye gyere. Egy kicsit a hölgyemény, nem baj, azért megmutatom, hogy én ezt a Sandy Kiss árnyalatot használom belőle. Nekem ilyen állandó termékeim vannak egyébként, szerintem ezt már ezerszer elmondta, hogy a Sandy Kiss árnyalatot használom ebből olyan dezsabimbe. Szia! Üdv újra! Itt! Köszönöm. Szóval én ezt szeretem, mert ez ilyen, nem szeretem a matrózsokat, szeretem a ilyen, tudom, ez a többen mondtás. Nem tudom, nagyon-nagyon tetszik, amikor ilyen... Szép színe van egyébként. Ilyen természetes. Meg most újra visszajön ez a természetes... Meg ez a Barbie rózsaszín. Ez nem Barbie rózsaszín szerintem. Tudom. A Rouge Velvet Lipsticket szoktam a Bourjois-tól, a 13-as, noha is az árnyalatot, de ezt már ezerszer hallottátok tőlem is. Hát ha valami beválik, az ilyen igazából, hogy úgy visszatér az ember hozzá, és újra vásárolja. És nyáron is ugyanezeket a, mert ugye ez egy sötét szín, mint mindjárt meglátjátok, ugyanezt az árnyalatot szoktad használni? Igen. Évszaktól függetlenül. Igen, mert ennek annyira szép ilyen natur színe van, hogy szeretem. Kivéve, hogyha piros rúzs van rajtam, de ha piros rúzs van rajtam, akkor csak szempillaspirált hordok, akkor nem festem ki. Az úgy sok lenne, igen. Valóban. Na, nézem, hogy... még egy kérdés. Hogyha így belefér. Mi az életfilozófiátok? Mi a mottótok ezzel kapcsolatban? Hát így, hogy életfilozófia, ezt most így nem tudom így hova tenni. Motto az inkább az, hogy a mosoly egy görbe vonal, mely mindent egyenesbe hozhat. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert nagyon régóta, és nagyjából ezt így az életfilozófiámmal is össze tudom kötni. Tehát szerintem a lényeg az, hogy próbáljunk meg pozitívak maradni, még a legnehezebb helyzetekben is. Lehet, hogy közhely, de engem már nagyon sokszor segített át nehéz időszakokon, és hát ami beválik, ugye, abban nem engedünk. Ilyen téren sem. Igen, nekem az életfilozófiám, nekem nincs életfilozófiám. Én élek, ahogy tudok. És valami motto, vagy valami nincs. Idézet? Én nem vagyok az idézetes, én mindig ezt amértem. Nem jó, tudom. Hát, legalább különbözünk is. Hát milyen rossz lenne, hogy ugyanilyen a hát nagyon. Na, hát szóval igen, nekem nincs sem mottóm, se életfilozófiám, én próbálok boldog lenni, boldogulni, örülni mindennek, ami van. Imádkozok a Jóistenhez az egészségünkért, és a többit meg megoldjuk. Mindig ezt szoktuk egyébként, ha ez mottónak lehet mondani. Szerintem abszolút. Hogy csak egészség legyen, a többit a megoldjuk. Jó, ez egy szép szárása. Hát, ez volt. Ez lett volna a hétköznapi smink rutinunk. A nyári mondjuk, bár én télen is ugyanis sminkelek. Juditnak a mindenkori... Igen, ez egy ilyen full-time favorite, már nem tudom hány éve. Igen. Igen, és akartunk még valamit mondani? Hát, hogy reméljük, hogy tetszett a videó. Ja, tényleg. És ez így volt, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. És nyomjátok meg a kis harangot vagy csengőt, hogy értesüljetek az újabb videóinkról, amit hetente töltünk fel nektek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És hogyha bármi terméket ismertek és szerettek,
akkor kommenteljétek nekünk. Hát legyen szép nyaratok továbbra is, élvezétek a napsütést, mert aztán eljön a szeptember, de erre most még ne gondoljunk. Vigyázzatok magatokra! Sok puszi! Sziasztok!